Sziasztok! Ebben a videóban resztonos, illetve kommandokos kérdésekre fogok válaszolni. Mondanom sem kell, sőt korábban már mondtam is párszor, hogy rendszeresen kapok ilyen kérdéseket. Hogy kell ilyet csinálni, hogy kell ilyet csinálni, hogy van ez a parancs, stb. Ezekre mindig válaszolok is, amint tudok. A héten valahogy ilyen ihletet kaptam, nem tudom milyen hülyeségem volt, biztos a nagy meleg, hogy összegyűjtök pár ilyet és videóban válaszolom meg őket. Egyrészt talán jobban meg tudom mutatni, tehát én leírhatom bármilyen részletesen, hogy hogyan kell, de azért mégiscsak jobban szemlélteti, mégiscsak jobban meg lehet érteni, hogyha megcsinálom, ha látjátok konkrétan a játékban. Úgyhogy lássuk, mik vannak. Dániel azt kérdezte tőlem, hogy hogyan tudunk, vagy hogyan lehet olyan páncélállványt csinálni, aminek diorit van a fején. Addig eljutott, hogy ugye kő azonosító, de mégsem lesz csiszolt. Igen. Ez szerencsére csak egy egyszerű tag, már is megmutatom. Talán command blockba írjam. Igazából szerintem ide is kifér. Nem dummon, hanem summon. Egy armor standet. Ide, ahol állok. És akkor egy részét azt elküldte hálaiknek, azt nem kell legépelnem. Ja igen, 1.9-ben vagyunk, tehát ezt szerint fogom írni a kódot, és itt ugye már armor items van, 1.8-ban még equipment van, ugye, equipment. Igen, eddig jó, hogy kő. Ezt most így le is futtatom, és tényleg kő van a fején, és be van rakva egy resource pack, hogy rohad. Na de ez még eddig kevés. Ha megnézitek, itt a diorit, igen, ez kell. Azt hiszem, hogy csiszoltat írta. Na de jól olvastam. Igen. Csiszolt dioritot írt. Látjátok, hogy ott van stone, ez eddig kevés. Meg kell adni, hogy a stone azonosítójú okon belül, hú, de szép szó volt, pontosan melyik. Ez a sor, itt egészen idáig, itt ezek mind stone, ha megnézitek. Ott az első sorban a perjel után van, ez a 4-es, ez a 3-as, ez a 2-es, ez az 1-es, ez pedig a 0. Tehát nekünk a 4-es kell. Ezt úgy kell megadni, hogy vesző, ide, nagybetűvel damage, és 4. És ennyi. És mostantól csiszol diorítan a fején. Ez a damage taggel lehet, ez minden blokkra érvényes, tehát a gyapjúnál is így a színek, mert ez mindegyik wool, csak színekben térnek el, meg hát ugye a számban. Ugye ugyanez a damage, ugye ezt a damage-et használjuk az eszközöknél, hogy mennyire sérült, meg a fegyvereknél, meg a páncéloknál. Tehát hogyha én mondjuk egy arany csákányt akarok a kezébe, ami valamennyire le van sérülve, ugyanezt a damage tagget használom. Következő. Balázs kérdezi, hogy hogyan lehet lezárni egy ládát úgy, hogy csak egy adott tárgyal lehet kinyitni. Igen, ez is csak egyetlen tag lesz egyébként. Mutatom is. Úgy is lehet, hogy mindjárt olyan ládát idéztek le, vagy hogyha már le van rakva a láda, nem tudom kinek még a kényelmesebb. Talán egy fokkal jobb az, hogyha már le van rakva a láda, mert könnyebb úgy forgatni. Tehát akkor mutatom először azt, tehát lerakom a ládát, és szeretném, hogy ez le legyen zárva. És mindjárt csinálok magamnak egy átnevezett tárgyat. És mondjuk én azt akarom, hogy bottal lehessen kinyitni, menj már oda, aminek az a neve, hogy mama. Így. Tehát ott van a láda, így ráviszem a célkeresztet, hogy így legyen kijelölve, tehát így nem 50 blokknyira arrébb, hanem hogy így a közelembe legyen, na, tehát hogy ki legyen jelölve. Per block data, aztán tab, szóköz tab, ez így beír a koordinátait, ezen a koordinátán megváltoztatom ennek a blokknak, azaz a ládának az MBT-jét, lock, és utána így maska körmök közé, hogy mi legyen a tárgy neve, ugye mama. Tehát ezzel a lockkal lehet ezt megcsinálni. Enter, lefutott, és hát mindjárt zárva van, de ha a kezemben van a mama, akkor a mama kinyitja nekem. A mama erős. Na a másik módszer, hogy mondjuk ide az ülőhelyre szeretnék egy ilyen ládát, per set block. Így a koordinátákat megint lekérem tabbal, legyen egy chest. Na és most itt jön az, hogy merre legyen forgatva, ezzel mondtam, hogy jobb előre lerakni, mert hát itt most mit tudom, én azt akarom, hogy felém nézzen, de az most hanyas szám, 0, 1, 2, 3, 4, mit tudom én, megpróbálom a kettest. Igen, replace cseréljel, ami ott van, ezután jön az MBT, és ugyanígy lock, és mama. Így néz ki a parancs, enter,
Ó, ez pont eltaláltam, jó. Hát egyébként ugye, ha másik irányba szeretném, akkor ezt a kettest hármasra írom, akkor az meg pont a másik irányba néz. És ez így zárva van, és ma már van nyitható. Ennyi. Levente kérdezi, hogy hogyan lehet olyan droppert csinálni, amiben, hogyha gyémántot rakunk, akkor áramot ad. Na igen. Akkor legyen tényleg dropper. Kell hozzá egy komparátor. Na most, ha ezt így csináljátok, ugye bármit raktok bele, áramot rak. Ez így nem jó. Lehet olyat csinálni, hogy ezután van itt egy command block. Adjunk magunknak command blockot. Így. És ezt futtatja le az ellenőrzést, és ezt küld el jelet. Lehet így is. Amit én javaslok, hogyha ilyen stackelhető van, és szerintem egy fokkal jobb, mert ha mellé raktok, tehát ugye, na, hogyha most belerakok ma a rossz tárgyat, mondjuk ezt a droppert, és utána berakom a mamát is, a jót is, akkor nem fog semmi történni, mert ugye folyamatosan küld el jelet, a command block nem fut le újra attól, hogy tárgyat raktam bele. Most annyit fog mondani, hogy a. Tehát, ha berakom az első tárgyat, ott van, itt írja, hogy a, lefutott az ellenőrzés. Ha berakom a jót, nem történik semmi, mert most is jelet kap a command block. Ki kell vennem mindent, és újra berakni. És most újra kiírta, ugye. Tehát, amit én inkább javaslok, ez a hopperes megoldás, főleg stackelhető tárgyaknál, leraktok egy hoppert, ahhoz kell a komparátor, és fölé a... így, a droppert. És ugye itt van a padló. Csinálok padlót is, hogy jobban el lehessen képzelni. Tehát az a hopper ott el van rejtve. És ide kell berakni a tárgyat. Akkor maradjunk ennél a mamánál. Ezt a mamát megtöltöm. Mármint ezt a hoppert megtöltöm a mamával. Igen. És most tök mindegy, hogy mit rakok bele. Ha mamát rakok, az benyeli. Ezt össze tudja stackelni. Oké. Okay. Azok maradhatnak. Kell egy kis reston. Na de most, ez így folyamatosan küld a jelet, de nem gáz, mert olyan erőségű jelet küld, amennyi tárgy van benne. Illetve amennyire meg van töltve, ez nem egészen pontos, mert például ha kardot rakok, ami nem stackelhető, az erősebb jelet fog küldeni, mert az 64 ilyen stackelhetőnek számít. Na de, a lényeg, hogy az ilyennél, ha jól emlékszem, az utolsóra 18-at kell rakni, én régen sokat csináltam ilyet, így, akkor így pont egyes erőségűt küld, és ha berakok még egyet, úgy, akkor már kettes, aha. Hát ezt pont eltaláltam. Tehát, akkor ide kell az a valami, mondjuk azt mondja a Sanyi, hogy hello. Hogyha berakok még egy mamát. Na most. Most jól kiírta, igen. Most berakom mamát, és ott írja. Most már kétszer van kiírva. És ugye, hát látjátok, bármi más van benne, azt nem nyeli be, nem történik semmi. Ha jót rakom, akkor meg benyeli. Ha többet szeretnétek, akkor nyilván 18-ból kell elvenni. Így. Jaj, leszívtam a droppert. Na, most ugye kettő hiányzik innen, abból, hogy elérjen a command blockig a jel, tehát most nyilván két mamát kell belerakni. Ha egyiket berakok, akkor még semmi, ha másikat is, akkor meg kiírja, hogy hello. Ha olyan tárgyat akartok ellenőrizni, amit nem lehet stackelni, teszem azt egy kardot. Hát igen, annál már command block kell. És lehet, hogy én inkább raknék mellé egy gombot, ami indítja az ellenőrzést, tehát ott már más megoldást kell találni, annál nem jön be ez az összestackelős. De a gyémántnál még abszolút, és ezt javaslom, szerintem ez a legegyszerűbb. Tibor kérdezi, hogy hogyan kell command blokkal elvenni valamiből valamennyit. Ő konkrétan 5 emeráldot szeretne az összes játékostól. Igen. Hát a command blokkba kell írni. Erre ugye a clear parancs van. Akkor most írom ide is. Most már ugye 1.9-ben is van kiegészítés a command blokkban. Tehát clear, csak nem csabusától, hanem kukac a. Ez az összes játékos kijelöli. Aztán, hogy mit? Emeráldot írt. Ugye emerald. És azt itt hogy 5-5? Na most, erről tudni kell, hogy ez a maximum. Tehát, hogyha valakinél csak egy emerald van, azt is elveszi. Ha valakinél 6 van, akkor ugye 5-öt elvesz, egy marad nála.
Igen, és amit előtte bele kell írni, ez a damage, ugye? Utána jön csak a darabszám az 5. Ez ugye megint az a szám, mint a Dioritnál a 4-es. Most ebből az emeraldból, ha nincs ott per, ez tök jó példa, ott nincsen ugye perjel utána, az azt jelenti, hogy csak nullás van. És akkor most 64 van nálam, most már csak 59. De hogyha 2 van, akkor mindet elveszi. Ennyi. Tehát előbb a damage és aztán a darabszám. Krisztián azt szeretné tudni, hogy ha van egy sedlock parancs és aktiválja, akkor ne íródjon ki a chatre, hogyha az sikeresen lefutott. Igen, erre egy game rule van. Most pont ki van kapcsolva, azért nem látszódott. Game rule és command block output. Így van. És ez ugye alapból true-n van. Most bekapcsolom. És ha... akkor ilyen a sedblockos példa, mondjuk ide mellé le fog rakni valamit, mondjuk egy követ, vagy üveget, az is jó nekem, mindegy. Egy. Jó. Kitörlöm a chatet, F3 plusz D egyébként, az lehet kitörölni a chatet, most megnyomom, és ott ugye ott ír a szürke, vagy ahol sikerült lefuttatni. Most nem sikerült, mert ott van. Na, de ha beírjátok azt, hogy game rule, command block output false, puff, akkor most hiába nyomom meg, lerakja az üveget, de nem írja ki, ugye nem írod ott ki utána. Visszaállítom true-ra, akkor megírja. Tehát ez. Egyébként, ha még érdekelnek a game rule-ok, illetve a többi game rule, a Hogyan építs kalandpályát című videóban mutattam meg, amiket én kalandpálya készítés előtt szoktam. Sőt, ugye van egy félrerakott pályám, de mindegy, részletek abban a videóban. Ennyi kérdést gyűjtöttem össze a héten, amire azt gondoltam, hogy majd így e-mailben válaszolok. Remélem tetszett, meg hasznos volt, meg hát érthető is volt. Azért nem arra akarok mindenkit bíztatni, hogy küldjetek még több command blockos, meg reston kérdést. Persze, ha kérdésetek van, nyugodtan, továbbra is lehet küldözgetni. Nem tudom, lesz-e még ilyen. Hát, hogyha tetszett nektek, akkor simán elképzelhető, hogy még csinálok ilyet. A kézikönyv óvjon.